is leveses vagy? Én amióta ismerem magamat, azóta ezek levest és imádom. Te mit eszel? Ez milyen leves? Én egy tárkonyos ragút. Hús, borsó, zöldségek, zöld fűszerek. Hát ez a tradicionális leves vonal. Hát még szép, hogy tradicionális leves vonal. Nézd meg az én levesemet. Szép. Szép. Igen. Igen, ugye? És illatos is, hasonlóan, mint a tiéd. Kóstold meg. Egyébként még észre kóstoltam. Nagyon finom, de otthon nem állnék neki, eljönnék ide, hogy ilyet tegyek. Na, ezzel van a baj. Ugyanis de miért? Ezt a levest 10 perc alatt elkészítem, ezt a levest miért, viszont mennyi, sokkal több én mennyi idő alatt készítek el egy jó zöldséglevest, vagy egy jó borsólevest? Ne idegesíts, Lázár! Jó, hát krémeket, nem csak krémleveseket szoktam készíteni, na, ilyen kombinációban, és ugye? Itt sem csak ilyen leveseket de készítenek. De azt is nagyon variálom, például mondom, hogy más készítesz. Például mondjuk, mit szólnál egy vaníliás karfiolleveshez? Hagyjál már, na, látod, de ez csak elsőre, mert ebből a vaníliára gondolsz, és a karfiolra, ami nem illhet össze, de összeillik. Én értem, hogy összeillik, de eljövök egy ilyen szuper levesbárba, és megkóstolom, elmegyek hozzá. Tehát, ahol főzöm, és megkóstolom. Na, milyen leveseket esznek szívesen az emberek? A különlegeseket itt, nem? Itt inkább nálunk a különlegeseket, na, Tamás, de a hagyományosnak el, hát is van létjogosultsága. Micsoda? A hagyományos leveseknek is van létjogosultsága. Hallod, ez Tamás veled értek tehát, egyet. És több ilyen levesünk van, borjú, paprikás leves, nokedlivel, paprikás csirkeleves. Én ezen az oldalon állom. Te barátaid? Lecsókrémleves. Jó, akkor legyen ebből megint egy párbaj. Állandóan párbajozni akarsz, de hát veled másnék nem lehet bírni. Vigyázz, vigyázz, megint bajba leszel. Jó, én benne vagyok. Én készítem a tradicionális leveseket, jó? Bármit te pedig készítesz. A kis faramuci gondolataidat valósítod. De bármit használhatok, akkor nincs gond a vaníliával, a karfiollal, meg az egyéb. Nincs, csinálsz, amit akarsz. Helyszín? Óbuda főtér. Ki fog dönteni? A nézők, ne viccelj, meghívjuk őket, jó? Posztoljuk, megkérdetjük, jöjjenek, hozzák ők is a leveseiket. Akkor majd meg fogod látni, hogy be tudom bizonyítani azt, hogy ezek a levesek is otthon készíthetőek és finomak. Benne vagyok. Jó étvágyat. Azért együk meg a levest, igen, jó étvágyat. Csak a leves, hanem a leves betét is fontos. Budapesthez legközelebb Berbálon találtam Marika nénit, Marikát, aki fantasztikus tésztákat készít kézzel otthon a kis konyhájában, úgyhogy hozzátartok, irány Berbál. Értem. Na hát itt most sikerül majd kiválasztanom az alapanyagokat. De szép. Ez még az édesanyámé volt. Ez egy régi csigakészítő. Ez egy nagyon régi csigakészítő. Még megadták annak is a módját, hogy az eszköz hogy nézett ki. Igen. Ez egy piaci áru. Tehát ez egy mai. Mai darab. Ma így néz ki a csigakészítő. Hát azért hasonlítsuk össze. Hát az édesanyjáé csinosabb. Melyik kenyér a legjobb? Ön melyiket szokta vásárolni? Ezt a nemzetünk kenyerét? Az burgony állatú nagyon. Ugye, hogy a legjobb? Én is azt fogom venni. Savanyúságok, ezeknek nem tudok ellenállni, de meg kell kóstolni mindig, hogy milyen.
Megkóstoltam mindent, úgyhogy akkor mehetek is. Na most akkor szerintem egy klasszikus tésztát készítsünk, tojásosat, jó? Jó. Először is magyarázzuk el, hogy mit jelent az, hogyha látjuk, hogy hány tojásos a tészta. Ahány kiló lisztet használunk föl, annyi 8 tojást kell használni. Tehát 1 kiló liszthez, ha teszünk 8 tojást, az biztos, hogy 8 tojásos. Só? Sót nem teszünk bele. Nem. Nem teszünk bele, mégpedig azért nem, mert lágyítja a tésztát. Összeérzem a kezem alatt. És azt is, hogy keményedik? Azt is, hogy keményedik, és ilyen rugalmasan kezd lenni. Ez a jó liszt. Na, ha így meggyúrtuk, akkor most pihennie kell. Így van. Hát egy 15-20 perc. Marika, amit már begyúrt, az pihent, tehát tudunk nyújtani. Meg kell izzadni a családért. Mindig annyira rázva jövök, mert mindig van benne valami. Ó, oh. Oh, ne! Most már, nő, de ezt a fázist nem osszuk meg, mert enélkül nem tudunk csinálni csigát. Nem adom fel. Nagyon alakul. Star Wars Edition. Nem tudom eltönteni. Ez Chewbacca vagy Obi-Wan, de Obi-Wan. Marci, az erő legyen veled! Kíváncsi vagyok. Gyúrt-e már itt tésztát a Lázár? És akkor Ludgége. Ludgége. Inkább átadom ezt a szeletelés terepet, jó, Marika? Na most megmutatom, szóval a Marika azt akarja, hogy ezt a pici kockát, ezt még tekerjük föl, abból lesz a ludgége. Szapora dolog lesz ez, na de hajrá! Így? Úgy. Már egy ludgégét készítettem életemben. Sokkal többre fogom becsülni a ludgégét ezután. Elnézést kérek, egy kis figyelmet szeretnék kérni mindenkitől. Ki milyen leves készít otthon leggyakrabban? Ezt szeretném megtudni, csak egy mondattal. Ön? Húsleves. Húsleves? Karolávéleves. Ön, kedves? Húsleves. Húsleves. Hát akkor karolávéleves, húsleves, zöldségek, húsok és a tradíciók. Hát akkor... És a palócleves, az úri telefonnal. Palócleves szokott készíteni? Nem, és én a feleségem. A fel, bárányból, marhából vagy pulykából, mert hogy ez a három fajta van szűzérémből. Nagyon jó. De még mindig nem kerültem közelebb a fazékhoz. Na jó, megyek tovább. Köszönöm, viszlát, jó vásárlást! Most mutassuk meg a cérna metéltet is, jó? Igen. Mert hogy azért este húslevese szerintem választási lehetőséget adok. Lesz ludgége, lesz cérna metélt, és lesz grízgaluska, hogyha azt is megtanulom. Na, hát és akkor most ugrik a majom a vízbe. Mutassa meg ezt, Marika. Befelé fordítva a körmünket. A köröm befelé legyen. Igen. Mert ha így vágjuk, akkor nem fogjuk levágni a körmöt. Igen. Na, most kérem a szemüvegem, mielőtt ennek neki kezdek. Köszönöm szépen. Hát, így jártunk, már csak szemüveggel. Ajaj. Reggelre végzek. Lányok, sziasztok! Ne haragudjak, hogy megszólítalak titeket. Ti mit főznétek a helyemben? Én borsóleves, de nem tudom, hogy az különleges dolog. Igen, hát kezdek aggódni. Valami különlegeset készíteni, akkor melyik levest készíteni? Rántott levest. Rántott levest. Hát. Nagyon jó ötlet. Na nézzük azt a grízgaluskát, jó? Az arányokat figyeljék. Tehát olvasztott vaj, egész beüti a tojást. És akkor most szoktam hozzáállítani egy kevés sütet. Még egy picit. Még. Ez így körülbelül egy ilyen teljesebb kanálnyi volt. Mint a vaj.
és akkor ehhez annyi buzadarát adunk, amennyit fölvesz. Mutassuk meg, hogy milyen az állaga, hogy lássák. Mint a sűrű tejregrész. Akkor ezt szoktam hagyni egy pár percig, mint felfar a víz. Addig megszívja igen. A búzadara magát, igen. És akkor szépen beleszaggatjuk. Denek, sziasztok halacskák! Szikét! Parancsolj! Köszönöm szépen! Ez megvan, megvan! Igen? Na jó, gyere csak ide! Na, kössünk egy üzletet, figyelj! Nem foglak elkészíteni vacsorára, ha adsz egy jó ötletet. Ugyanis itt az áruházban senki nem segített abban, hogy mit főzze a Marcsinak. Ha megcsugod most nekem, ígérem, visszadoblak. Ez nagyon jó, ez tök jó. Há, imádlak. Hápá! Itt vannak gyönyörű vajas krészgaluskáik. Hát persze, hát vérre megy. Hát tudod, hogy milyen nagy párbaj ez. Oké, ott találkozunk. Sietek! Nagyon szép. Marika, nagyon-nagyon köszönöm a segítségét. Jelentést teszek, hogy nyertem-e, jó? Jó. Hello, séf! Szia, Gábor! Na, hát szia, itt vagyok, hello. Megérkeztem. Ó, látom, már munkában. Hát elkezdtem. Jó, akkor lepakolok. Rendben. Ki gondoltam egyébként, idefele jövet, megjött az ihlet, most már tudom, hogy készítsük. Lesz? Egyébként az egyik kedves vásárló adta az ötletet, egy nénike. Tojásleves, tojás nélkül. Na, ez mit szólsz? Hoppá, látom, neked is új ez a dolog. Hát ugorjunk neki, nézzük meg, mi lesz belőle. Tojásleves, tojás. Először is kell hozzá két tojás. Picceltem. Nem, a tojást ugyanis helyettesíteni fogjuk. Mivel? Hát már is mutatom és mondom. Kitalálod-e, hogy mi van ebben a palackban? Nem lennék ilyen bátor. Nem házi pálinka, de igen, nem, ugye mi az? Na, ez az a gyógyvíz ugyanis, aminek ilyen jellegzetesen, erőszakosan tojás illata, vagy inkább bőze van. Ez szaga. Szaga, mondjuk ki. Kemény. De viszont, ha eltüntetjük, letompítjuk főzéssel ezt az igen erőteljes bukét, akkor egy nagyon kellemes rántott levest fogunk belőle kapni, vagy legalábbis ez az elképzelésem, de hát próbáljuk ki mindenféleképpen. Tehát rántott leves alap, ezzel a vízzel felöntjük. És kész. És gyönyörű. Akkor lássuk hozzá. Milyen zenészeret szoktál hallgatni? Mert akkor most beteszünk egy kicsit erre az időre. Jó, hát akkor valami rakedrót vagy rakedrót. Oké, te kérted. Jó, jó. Tehát elsőként a liba zsírt kell fölhevítenünk, mint hagyomás, ugye rántásnál. Tehát egy evőkanál zsíradék, a forró serpenyő aljába. Ami még ugye szükséges hozzá, az a paprika és a köménymag őrölve. Ezek is hozzákerülhetnek már. Így. Hogyha mennyiségeket nézzük, akkor ugye jó nagy evőkanálnyi liba zsírhoz tettünk legalább ugyanennyi köményt, akkor a lisztet, azért vigyázni kell, hogy azért el ne égjen, de szépen megbarnuljon. Úgyhogy el is kavarom benne. Nagyon jó, jöhet akkor! És pirulhat, hagy piruljon a fokhagyma, a köménymag, a piros paprika, a babérlevél adja meg ugyanis ennek a levesnek az alap ízeit. Jó napot! Ú, de szép új hagymája van. Hol teremez? Otthon, Gyömrön. Gyönyörű. Mi a kedvenc levese? Borsóleves tavasszal. Borsóleves! Hallják? A borsóleves. Jó napot kívánok!
Gyönyörű, szép kis csomagolt burgonyái vannak, maga termeszti, ugye? Igen. Gyönyörű. Van pasterna, pasztinák, ahogy pasterna. Itt. Pasterna. Nagyon jó. Végre egy ember, akinél lehet kapni. Mi a kedvenc levese, Miklós? A babgulyás. A babgulyás? Azt nem főzök ma. Merre is van a víz? Itt a víz. Egy pohárral esett? Köszönöm, meg mindig nem kívántam meg. Borzasztó. És mindig még itt egy kis kanálat is hozok a sóval, ugyanis a só is nagyon jó. Hát akkor nézzük. Igen, ilyenkor most biztos mindenki megijedt, hogy jaj, csomós lesz, meg ilyen, meg olyan. Nem lesz csomós, higgyék el. Csupán egy picit haverővel ilyenkor rá kell mennünk. Ez az. Így. És miután már kisimult teljesen, így, akkor adhatjuk hozzá a többit is. Ez az. Én nagyon szeretem ennek a kellemes illatát, de azt az illatot, amit a rántás képvisel, az olyan jó, olyan finom. Jó, hát akkor még egy kis vizet. Még egy kis vizet, jó, és ilyenkor jön rá egyébként a paprika, pontosan azért, mert az is igaz, hogyha a paprikát elégetjük, illetve mert hogy könnyen elég, azzal csak ártunk az ilyen típusú leveseknek. Jó, tehát megvan a paprika is. Most egy picit ugye hagynunk kell, és most már átválthatunk egy ilyen kanálra, ugyanis úgy fogjuk beállítani a sűrűséget, mint hogy egy krémleves lenne. Ja, egy pár perc fölfor, kisimul és elkészült. Jó napot kívánok! Darált hús kéne nekem, ilyen jó apróra darálva, mint ahogy ott látom. Azt mondja meg nekem, hogy mi a kedvenc levese. A tárkonyos várványka levese. Az jó ízlésre van. Nagyon szépen köszönöm. Minden jó, Sándor, viszlát! Ez a friss háztáji baromfi volt. Jó napot! 8 darab csirkecombot szeretnék, duplát, jó? Honnan van a csirke? Uh-huh. Szeretem, ha tudják, hogy honnan van az áru. Mi a kedvenc levese? Kettő nagy kupot kérnék. Még senki nem mondott krémleves. A leves már jól kifort, lehet látni, hogy nagyon szép sejmes állaga van, mint egy krémleves, viszont az ízesítésére még szánni kell azért a végén egy kis időt, amikor a bors, még egy pici só, még egy kicsi paprika és még egy kicsi őrölt kömény hozzákerül. Addig viszont, mert hogy a tárolásra is gondoltunk, megcsinálnád a pirított zsájalevél és barna kenyér kombinációt? Természetesen, csak köszi, Gábor. Neki, de jobban jó, elférjük. Én akkor itt ízesítek, ezzel azért meg fogjuk tuningolni az ízét, ugye? Az biztos, zsája mindenhez jó. Gábor, Deci, te kóstold meg! Természetesen. Szerinted milyen? Kíváncsi van a véleményedet. Finom. Finom? Jó lett? Jobb, mint amit a parádi vízből gondoltam. Mondd el a nézőknek, mert én mondom, akkor azt hiszik, hogy hazabeszélek, hogy valóban átjön-e az, hogy ez egy tojásleves? Abszolút átjön. Kellemes tojásos fűszeres illatot lehet itt érezni, amit önök nem éreznek. De ha elkészítik, fogják. És... Miért próbálkozunk ezzel a tojásnak, hogy tojáslevessel? Ja, azt még nem hogy is! Bocs, hát nem mondtam a lényeget. Onnan indult ki ez az egész történet, ugye, hogy én csúfos vereséget szenvedtem, még annó Marcsitól, mindegy, erről nem is akarok mesélni. Viszont most azt mondta, képzeld el, hogy szerinte a tradicionális leveseké a jövő is. Több száz ember előtt fogjuk megmérettetni a kóstoltatással, hogy melyik leves a finomabb, melyiknek van nagyobb jövője a tradicionális levesnek, vagy az általunk képviselt új típusú modern leveseknek. Ez szükséges vagyok. Győzni fogunk. Szerintem is. Na jó, akkor fejezzük be, jöjjön a tálalás! Jó napot! Ez itt csókolat. Kár, hogy nem főzeléket akarok főzni, gyönyörű ez a sóska. Veszek egy karalábot a levesbe. Mondja meg, mi a kedvenc levese? Nekem a kedvenc levesem a vaníliás karfiolleves. Most pedig következik a leves tesztelés.
Fiúk, lányok, tudnátok egy persze jönni, egy kicsi segítség kéne. Ne viccél, persze. Le kéne tesztelni, és meg kéne mondani, hogy ez milyen leves. Annak hozzá egy kis kóstolomat is, tessék. Rendben, se nagyon jól néz ki. Jó. Na nézzük. Ez már mit jelent? Kóstoljátok meg tőt. Leteszteljük. Eltaláljátok-e ízéből? Tojás. Nehezen tudom. Tojásra hasonlít egyébként valóban. De ez valahogy más, nem? Tehát valahogy mégis, hogy más. Nem, ez a véleményetek? Hm? Én magyaros tojásleves, nem? Aha, magyaros tojásleves, nagyon jó. Ez egy tojásleves, ami tojás nélkül készült. Nincs benne tojás. Na, akkor hogy lett tojás íze? A titok abban van, hogy parádi vizet használtam, amilyen kénes, ez a büdös víz. Viszont ez a kellemetlen illat eltűnik, és maradt a leves. És maradt a tojás. Ennyi. És marad a tojás. Nagyon jó. Nagyon örülök ennek az eredménynek, de mégsem ezt a leves fogom elkészíteni. Szeretnék egyet azért még kikísérletezni, hát ha az még jobb lesz. Klasszikus, igazi, csirke, aprólékos, magyar borsóleves a következőképpen a legfinomabb. Meg kell párolni egy kis zsiradékon az apróra vágott vöröshagymát, és ahogy itt a szeletelésnél látták, nem kell sajnálni a belevalót. Jó levest főzni akkor lehet, ha mindenből elég van benne. Meg kell párolni a hagymát, nem hagyjuk, hogy elkezdjen barnulni, mert még jönnek bele a zöldségek és a borsó is. Egyből beleteszem a zellergumot is, hogyha van pasztinákjuk, az is nagyon jót tesz neki, az ad egy kis édeskés ízt. Na, ezt egy picit pároljuk, nagyon-nagyon picit, azért, hogy az a hagymás zsiradék az kioldja a sárgarépából és a gyökérből az ízeket. Egyetlen egy burgonyát rakok bele, ugyanúgy, mint nagyon sok egyéb húsos levesbe. Amikor ilyen szépen megpárolódtak a zöldségeink, akkor jön rá a paprika. Ez egy nagyon nagy tál leves lesz, nagyon sok zöldséggel és hússal, úgyhogy nyugodtan lehet rárakni 2 evőkanálnyi paprikát, nem sajnáljuk róla. Nagyon gyorsan fölengedjük vízzel, hogy nehogy megkeseredjen, hideg vízzel. Úgy, és ilyenkor kerül bele a borsó. És a hús. A színe is gyönyörű, és ez egy tál étel, tehát bőven lesz mit enni. És most jön a lényeg, az egésznek a tetejére ráteszem ezt a rengeteg friss új illatot, úgy, és egy fejfokhagymát. Jól belenyomkodom. És innen kezdve csak békén kell hagyni. Ezt nem pötyögtetve főzzük, ez nyugodtan forhat, bár azért túlságosan se forjon, de úgy rendesen, közép hőmérsékleten főzzük. Hát, maximum 1 óra. Következő levesem alapelve a mondás, hogy semmi nem lehet igazán új, ami nem igazán régi. Bázár, ezt ki mondta? Hát azt hiszem én. Jó, kezdjünk is hozzá. A leves alapja egy 1881-ben lejegyzett recept, amit már Dobos C. József ebben az időszakban, ebben a híres szakács könyvében le is jegyzett, méghozzá a 86. oldalon így hangzik: leves indiai madárfészekből. Itt hosszasan taglalja Dobos C. úr, hogy ez a leves attól volt igazán drága és érdekes, mert ezeket a fészkeket, indiai fészkeket úgy kellett leverni a sziklafalokról, és ez már akkoriban is, 1881-ről beszélünk, 1 millió forintnak megfelelő kilós áron kelt el.
Ezért választottam ezt a meghökkentő levest. Na de az a baj, hogy fecskefészekhez mi sem jutottunk hozzá, és szerintem önök sem fognak hozzájutni, úgyhogy kitaláltuk, kikísérleteztük azt, hogy mivel lehet. Na ehhez kell egy, hát jó, 20-30, mennyi volt ez a rizs? 20 deka. 20 deka rizs, amit PP főztünk, és ennek a kioldódott fehér állagú keményítő tartalma lesz az a lé, amivel ugye a fecskék összetapasztották a különböző fűszereket és növényeket, ugyanis ennek a fészeknek ez adta meg a különleges ízét. Na itt a nyál, fecske nyál. Hát igen, ezt manapság már nem lehet kapni. Szüljön? Megteszed, hogy de, aha, persze. Én addig pedig ismertetem a további hozzávalókat, mivel ez egy igazán érdekes leves, kell helyeznünk egy mérleget, így, és ki kell mérnünk hozzá hozzávalókat. Először is kell egy kis citromfű. A citromfűvet most nem magából a növényből, hanem tudományos alapokra építve illóolajból fogjuk kinyerni. Egy cseppet kell pontosan beletennünk egyszer, utána ami még kell hozzá, az egy kis koriander olaj, szintén ugyanez, de viszont itt már két cseppre van szükség. Egy, kettő, ó, három. Na, ilyenkor van rossz. Ajjaj, három, most mit csináljak? Ne, használjuk új kanalat. A borsóleves nagyon jól sikerült, nagyon finom, de azért nem tudom, hogy elég erőse a versenybe. Egy erdélyi, jó kis savanyú leves kéne nekem. Savanyú káposzta leves. Na, ez nagyon egyszerű. Megvan, szuper. Össze kell kevernünk egy egyfajta fűszerkeveréket, ami különböző körikből fog állni. Édeskés köri, kurkuma, az nem köri, akkor köri-köri. Csípős köri. Hát igen, mindegyikből kell egy-egy gramnyi. Úgyhogy most akkor ezeket is kimérjük. Egy gram. Mi volt ez? Csípős köri. Másik köri. Itt van az édeskés köri, erről beszéltem. Ez adja meg a pikáns ízét majd ennek a fészeknek. És az alap. És az alap köri. Aha, nagyon jó. Itt van az, amit ugye leszűrtél, ez a leves, ami hát végülis egy alaplé, rizs. Ugye ebből fogunk most belehelyezni ide, így. Mivel ez langyos, nagyon könnyen és gyorsan el fog benne oldódni, és egy ilyen sárgás, krémes, pirosas színe lesz önmagában is. Ezt nézd meg ezt az illatot. Nagyon komoly, nem? Nyilván ezek az illóolajok teszik ezt, úgyhogy ezekben el kell szépen csepegtetni. Ez megvan. Utána, ami még kell ugye hozzá, az az alaplé. Egy kis csirke, ez szárnyas, ugye? Igen, szárnyas alaplé. Nagyon jó. Körülbelül olyan 2 deciliter. Jó. Na most, ami még kell hozzá, az a bors. Így. Nagyon izgulok, megmondom őszintén, mert az illat még jobban felcsigázott. Hívom a Timit, ismerik a kedves nézők, az erdélyi adásban olyan jó pisztránycsorbát és olyan jó puliszkát főzött, mert még mindig az az érzésem, hogy nem ez az igazi leves. Muszáj, hogy segítsem. Sziasztok! Szia! Sziasztok! Na figyelj, Timikém, nagy segítségre van szükségem. A Lázárral, a Kovács Lázárral versenyzek levesfőzésben. Főztem egy csirke aprólékos borsólevest, nagyon finom, de szerintem túl egyszerű, nem elég ütős. Nekiláttam egy savanyú káposztás, laskatésztás, gombás leveshez, de ezt sem érzem igazán jónak. Mondjál még nekem ilyen savanyú leveseket, amiben te olyan jó vagy. Hogyha volna egy kis öröl dalárt húsod, igen, akkor abból többféleképpen tudnál savanyú levest készíteni. Hirtelen még az is eszébe jutott, hogyha székelyesen akarnád elkészíteni, igen, akkor káposztalévát csinálhatod csomborral, vagy hogyha mondhatom így, hogy örményesen szeretnéd megkészíteni, akkor egy kicsi hurutot. Tehát egy kicsi lepencs tésztát, húsgombóc és huruttal savanyítod. Na. Is jó lenne. Ez, szerintem ez a legkülönlegesebb. Ezt a hurutosat fogom készíteni. Nagyon-nagyon köszönöm.
Még egyetlen egy hozzá való kell még, a fűr tojások sárgája. Ez adja meg a végső színt és kérget, illetve sűrűséget. Addig elkezdem egy kíméletes. Jó, kíméletes. Kettes fokozaton keverni, gyönyörűen elkrémesíti. Azt mondja, így. Tehát ez 4 tojás sárgája, és őt is szépen most ide belehelyezzük. Vagy 2, 3, 4. Gyönyörű. Jó, hát ennek 15. van még 15 perce, és elkészült. Hát ez Game 5. Nagyon szépen fő a zöldség, most már a gomba is benne van ebben a sós vízben, és akkor most kis zsiradékon megdinszteljük az apróra vágott vöröshagymát. Közben megpirítom a tésztát is, mert az a zöldség a gombával gyorsan meg fog főni. Ez a 4 kezes főzés. Bár a Lázár azt gondolom 8 kézzel főz. Ilyenkor sem pirosra pároljuk a hagymát, hanem csak üvegesre, hogy ott ne úszkáljanak majd barna darabok benne. Hú, de szépen pirul a tésztám! Na, ez az a kis finom pörkölt tészta íz, aminek benne kell lenni. Gyönyörű! És mennyivel máshogy fog kinézni is, hogy nem nyersen tettük bele, vagy szárítva, hanem majd ilyen szép foltosan. El is zárom, mert ha most hagynám, akkor már ugye megégne, mert most még forró ez a vas edény. Kész. Készen van ez is. Úgyhogy ezt is szépen beleöntöm a levesbe. Na, belekerült a dinsztelt hagyma. Teszünk bele egy kis borsot. Nagyon forjon, hogy a hagyma kicsit szétfőjön. Egyébként hányféle levessavanyítót vagy ételsavanyítót ismernek? Ugye mindenkinek eszébe jut a citrom, meg az ecet. Én elkészítettem mindenféle jó kis levessavanyítót, itt láthatják. Na, menjünk sorba. A legegyszerűbb az, ha teletömünk egy üveget friss tárkonnyal, és teleöntjük az üveget ecettel. Én ezt most tokai bor ecettel töltöttem tele, pontosabban fur, mint ecettel, de sima ecettel is tökéletes. Közvetitek. Isten illata van. A másik, ami nagyon kézenfekvő, ez a savanyú káposztalé. Az a helyzet, hogy ezt egy szuszra meg tudnám inni. Ez olyan finom. Na és ami az egyik legizgalmasabb, és régen a magyar konyhában rengeteg volt belőle, ez a cibere. Ez még mindig nem tisztult ki teljesen, de szépen napról napra tisztul, ha betesszük a hűtőbe. Nagyon finom. És itt az egyik legizgalmasabb. Na, mi lehet ez? Kőkemény. Nagyon jó illata van, hát tele van zöldfűszerrel. Ez a hurut. Na, hát ez egy 1000 éves örmény hagyomány, hogy hurutot készítenek. Ezzel is levest kell savanyítani, de akkor most én melyiket is fogom használni? A káposztalevet ehhez a leveshez. Még jött egy picit. Nagyon finom lett. Hát ez nagyon jó. Jól van, jó leves, és olyan szép színe lett. Gyönyörű színe lett a gombától, meg a sárgarépától. Visszafor, beletesszük a tésztát, már forr is. Izgultam, hogy nem jó, de jó leves ez is. Hát akkor lássuk a medvét, azaz a fecskét. Bár egy fecske nem csinál fészket, de azért ez a leves. Micsoda illatok! Azért bevallhatjuk, ez tényleg felülmúlta a várakozásainkat. Nagyon jó lett. Ezt bárki kipróbálja, sikert fog vele alatni. De mégsem ez a leves lesz. Úgyis megszületett már a fejemben a döntés, hogy mivel fogok indulni Marcsi ellen a főtéren. Viszont ez legyen meglepetés.
Ideértem a térre, ugye, a főtérre Óbudán, le is vettem a kabátomat, gyorsan oda teszem a levest, Lázár nincs sehol, maga alá ilyet, nem mer ide jönni, húzza az időt egy kicsit, de én addig oda teszem a húslevest, na nem ez a verseny számom, de olyan sokan jelezték vissza a közösségi oldalon, hogy jönnek, hogy muszáj egy ilyen jó nagy kondér húslevest főzni. Ez egy klasszikus húsleves, ez azt jelenti, hogy van benne kakas, marha felsál, marha farok, egészbe teszem bele a kakast, azért, hogy utána könnyebben megtaláljuk és szépen falatokra szedjük. És orja! Rengeteg zöldséget teszek rá. Fölforrt a levesünk, vagyis a hús egyelőre, úgyhogy leszedjük a habját. Ez nagyon fontos, hogy a habját mindig szedjük le, mert akkor, hogyha ezt nem szedjük le, akkor zavaros lesz a húsleves. Jó, és akkor jöhetnek bele a zöldségek. Húslevesben nem aprítjuk föl a zöldségeket, mert nagyon sokáig fő és különben szétfő. És a káposzta szépen a tetejére kell káposzta. És akkor innen kezdve várunk. Az a különbség a hagyományos húsleves főzés és a mostani között, hogy itt most olyan hideg van, hogy be kell fednem ahhoz, hogy picit főjön, mert különben egyáltalán nem főne. Otthon ne fedjék le soha a levest, itt is most is hagyok neki egy kis helyet, hogy azért a levegő tudjon áramolni. Kezi csokolom! Mi fő itt a fazékba? Tegye vissza! Mi ez? Ja, látom! Na, álljon egy kicsit arrébb, mert nehogy valami beleessen ide. De tényleg mi ez készíti ezt a levest? Te aljas, te! Csak nem de ezzel akarsz vagy szembeszállni a hihetetlen nem. Gyorskezű képzeld el, ízesítésmester képzeld fokon el, nem. Képzeld el ezt a vendégeknek, főztem, nem ez a versenyszám. Na, mit ja, szólsz ehhez? Rossz készítem? Helyen kapizsgáltam. Én hol tudok főzni, vagy hol tudom megmutatni fényes tudományon? Te menj oda szembe. A veled szembe? Te a szemkontaktus. Én itt főzök, te ott. Aha. Jó, és akkor... Érdeklődtem. Ott. Szia, Lázár, a kalapod itt marad. Dobhatod nyugodtan. Na, figyelj! Hey, na jó, hát azért... Itt kívánok, hölgyeim! Sziasztok, lányok! Halihó! Na, jöttem akkor kóstolni a levest! Hú, ez lesz az első! Aszalt szilvás... Igen? Korhelyleves. Aszalt szilvás korhelyleves. Hát, az illata is már nagyon kellemes. Kolbászt is Hát ez valami félelmetesen jó. Céklakrémleves főz? Céklakrémleves, így van. Gyönyörűséges céklakrémleves. Milyen színe van? Nagyon finom. Hoho, ez... Ez egy lencsegulyás. Lencsegulyás. Na nézzük. Hmm.
extra. Nagyon finom. Én egy paradicsomos csorbát hoztam. Paradicsomos csorba? Mert te erdélyi vagy? Nem erdélyi vagyok, de erdélyi barátaimtól tanultam, ezzel akárnél ők így készítik paradicsomot. Na, boldog lehetsz. Jól főz a mama. Marha szívleves áfonyával. Fantasztikus neve van. Azt hittem, hogy tudok főzni, most kiderül, hogy nem. Nagyon finom. Ennek ez családi kedvencem, a papagújás levese. Hát tökéletesen néz ki. Teljesen friss, keddivágású hús. Nagyon igazságtalan, hogy a férfiak ennyire tudnak főzni. Tehát én nem tudok ilyen gulyáslevest főzni, sajnos. Hurudlevest készítek, vagyis, amit a Timi mondott, örmény füllevest huruttal. Na nézzük, mi is a hurut. Ma már beszéltem a leves savanyítókról, és akkor itt van ez a bizonyos hurut. Olyan ronda a neve, ahogy kinéz. Adják körbe, mert ez egy érdekesség. Viszont, amint mondott a Timi, hát megdolgoznak azért, hogy ilyen ronda legyen. Az egy tejtermék a hurut is, nem? Igen, felfőtt és nyers tejet önt össze. És 6-7-ig, tehát 5-6-7-ig minden nap kavargatni kell. Nemhogy csak kavargatni, levenni a fölet, levenni róla a savót, ami képződik a tetején. 6-7 után próbát főzöl, tehát felteszed a tűzre, és petrezselymet, és cellert, és csomót kell majd belevágni. Darálva hozzatenni, és ezt főzni. Hát van, akinek 5 óra után sikerül, van, akinek egy napot, tehát ilyen... Ez lekvár. Olyan, mint a Szilva lekvár. Hogy álltok, Marciék? Csöndbe legyél már, zavarsz! Lázár! Tehát nem jól? Zavarsz! Hogy álltok a főzéssel? Csak azt jobb lenne, ha figyelnél, mert mi ez a kezemben? Sztárséfecském, mondjad, ez a húrút! Kukumugyi? Húrút! Nyerút? Na, mindegy. Nem kell vele foglalkozni, tehát így kiformálják és kiszárítják. Ez az felmelegedett az edény, akkor megkérdezem a csapatot, hogy felkészült mindenki? Igen! Ez az, akkor főzhetünk. Na, ez, ki volt ez? Lemaradtál egy kicsit, nem baj? Kélek szépen, egy kis vajat helyezzél bele ebbe az edénybe. Elolvasztjuk, és ezt a különleges mixet fogjuk belehelyezni. Na, mi van ebbe a mixbe? Sült fokhagyma, medvehagyma, illetve nem lepirított, tehát nem sült fokhagyma. Ezt légy szíves, tedd bele, jó? Ez egy gyógyhatású leves készítmény lesz, aminek régen is azt a nevet adták, hogy gyógyító leves hagymákból. Ebben három fajta hagyma van, az egyik a medvehagyma, ezt olajban és sóban raktam el, pirított fokhagyma, illetve a sült vörös hagyma. Lányok, nektek az lenne a feladatotok, hogy a megsült hagymákat a héjából kivegyétek ebbe az edénybe. Benne vagytok? Igen. Oké. Okay. Hát ez nem volt valami elkés. Benne vagytok, lányok? Igen. Ez az! Nézzük, hogy fülleves lesz, vagy sima hurutos húsleves, vagyis, hogy elbírom-e nyújtani ezt a tésztát, vagy sem. Na, hát hurutos húsleves lesz, mert hogy nagyon jéghideg a tészta, és nem lehet nyújtani. Petrezselye még nagyon fontos, ezt viszont, hogy hívnak? Mutatkozz be, Lisszes. Milyen André? Krámer Péter André. Oké, hát akkor parancsolj, ti ez a két csomag petrezselyem, kíváncsi vagyok, hogy elboldogulsz-e vele. Jó, jöhet. Akkor hozzá a pirított hagyma, illetve a medvehagyma. Tehát akkor a húslevest rászedjük a megpirított, olajon megpirított, finomra vágott vörös hagymára. André, hát ezt fölkaszaboltad, ez hip-hop. Ez igen. Te talán szakásnak tanulsz, vagy készülsz? Másodállásban, hobbi szinten. Hobbi szinten. Szívembe beszélsz. Ide csupa ilyen gasztrofanatik ember gyűlt össze. Hú, lányok, készen van? Igen. Gyönyörű lett. Ezt te mindenit. Itt van a pirított hagyma. Megjön. De az a baj, nevelet nem tudom. Orsi vagyok. Hát Orsi, hát ennél szemlév nincs is. Légy szíves, tedd bele, és akkor ezzel is igen, forraljuk össze. És akkor ezt jól felforraljuk. Ebben most teljesen friss zöldséget teszünk, és a finom kis főtt húst is bele fogjuk a végén kockázni. Nézzétek meg, hajoljatok fölé, hogy milyen illata van, nézzétek meg! Ez az illat az, ami tiszta hagyma, ugye? Gyertek, mindjárt megmutatom nektek, jó? Marcinak meg is mutatom, hogy mit főzök. Gyertek csak, átsétálok bele. Ne gyere ide! Csak nézzük, illatolj bele!
Ezt nézd meg. Borzasztó ronda. Köszi, mert csak így akartam. Köszi, de az illata jó, csak nagyon csúnya. Orsin a feladat, hogy egy kis szőlőmag olajat tegyen bele. Akkor ami kell még bele, hogy jól össze tudjuk főzni, az egy kis alaplé, egy kis csirkéből, zöldségekből és marhából. Így. Hagyom, hogy így jól összeforralódjon, és le fogom botmixer segítségével turmixolni. Hiába főtt a húslevesben sok zöldség, ebben most új zöldséget rakok. És mindenképpen szeretnék beletenni pasztinákot is. Az a kedvenc zöldségem. Lázár! Élsz még? Vagy a körülötted lévők kóstoltak már, élnek még? Kész vagyunk! Hangosításod van? Vagy vízhangod? Vagy mi? Igen! Borzasztó! Kész már inkább! Egy, kettő, három... Kérünk! Visszük! Köszi! Köszi! Hol van a pálinka? Sose fog felfordni. Nem is pálinka. Hol van már? Megittuk! Akkor miért kínálod? Nem tudjuk! Mert mit tudsz te? Főzni! Teljes csendet kérek szépen, akkor eljött a kóstolás pillanata és ideje. Parancsoljatok a kanalak. Ja, már kinek nincsen? Tessék, úgy, tessék, így. Beleöntöm a hurutot, hogy jól szétfőjön. Zseniális, nagyon finom. Tökéletes. Igen? Ez van istenés. Marcsin, a fő van a borlecke. Azt a mindenit. Marcsin, a fő van. Jó, hát ezzel akkor a leves el is készült, én lezárom a lángot. Lefedem, és már csak nem annyi van, hogy megpirítsuk a spagettiket. Ó, jól néz ki. Fölforr egyet, és már kész is. Na. Jó estét kívánok! Hello, hello! Megérkeztünk! Jaj, végszóra! Itt vagyunk a szuféval! Engedd meg, hogy akkor... Parancsolj! Átnyújtsam neked a levest. Nekem? A szuppot. Igen, hát... Miért nekem? Ezt készítettem neked, ez külön a te kis kedves ajándékom neked. Ezt leragasztott pohárban. És íme, a leves! Ennyit csináltál? Ennyi maradt, mert hogy elfogyott, mert mi megették. Az, hogy úgy kellett levernem róla, mindenkit meg akarták enni. Na akkor hogy döntjük el ezt a párba? Várja, mert kicsit ki lesz a zsűri? Nagyon finom, tényleg. Komolyan. De ezt most halál komolyan. De ezt nem hiszem el. Döntse el igazából, inkább a közönség. Érdekes, mert ugyanolyan zöldes. Nézd már a színe. Igen, együtt gondolkodtunk azért. A színe ugyanaz lett a levesnek. Ugyanaz a színe. Pedig tényleg, hát egyszerűen. Igazából tényleg mind a ketten zöld gondolkodások vagyunk. Én nem baj, hogy nem ragasztom le a logómat a tiédben. Azért megkóstolod. Azért tettem rá, hogy meg lehessen különböztetni, mert a színe alapján nem lehetne. De milyen érdekes ez most tényleg. Hát most nézzünk bele a két pohárba. Ugyanaz a színvilág. Igen, igen, igen. Hát ez egy szinte őrület. Hát igen. Nem jó. Be kell valljam, hogy ez jobb, mint az enyém. De ezt nem hiszem. Íre, gyertek, mindenki. Tessék. Oda hátra is adjuk tovább, hátra. Nagyon jó. Itt a vége. Na, akkor, igen, fiúk, lányok, kedves barátaink, felkészült mindenki a szavazásra? Igen. Jó, akkor ahogy megbeszéltük, először a Marcsinak a művét. Hát miért? Először rád. Hát jó lehet, először rám. Először rád, te vagy a vendég. Jó, akkor ezt föl is hajtom. Tehát akkor ki az, aki az én levesemet tartotta a legfinomabbnak? Na jó, most! Jó volt ez a humor. Na de most akkor nézzük, hogy a Marcsiéra
Mit mondtok? Egy, kettő, három! Mondtak valamit? Vagy nem hallottam? Ja, várjál, letöpök! De hallottam, tényleg, gratulálok nagyon! Na és akkor... De várjál! Mit mondtok, ha a saját levesetekről van szó? És milyen volt ez a mai nap? De viszont várjál, Marci, most ezzel azért akkor mégsem dőlt el a mi kis párbajunk. De nem, még sose szokott eldőlni. Ja, de nekem van még egy ötletem. Nem már. Remélem, hogy elkészültél. Ezt már látom, ezt azért már most mondom, hogy amit látnak, azt azért találta ki, mert az előző párbajunknál nem tudta tekerni a triciklit. De adja itt magát a környezet, hiszen itt van mellettünk egy koripálya. Nem tudok korizni, Lázár. Nem baj, gyere, majd én megtanítalak. Megnézi? Meg, gyere. Hogy esek hasra? Műsorunkat támogatta a Next, a Mr. Szél és a La Fiesta.